Én is köszönöm a meghívást, bár nem tudom pontosan miért mentem ki, mert én külpolitikával soha életemben nem foglalkoztam, politikával sem, csak nagyon csak akkor, amikor csak főszerkesztőként, és én általában kultúrával foglalkoztam, csalódok is egyébben, de azért nagyon köszönöm ezt a meghívást, és egy-két dolgot azzal kapcsolatban, hogy én gondoltam, azzal kezdeni, már nem ezzel akartam, amire a Orbán Károlytól jönnek ma délután a Lényesen megjelent egy nagyon érdekes és egy nagyon fontos hír, ami körülbelül úgy szól, hogy mély ponton vannak a magyar-német kapcsolatok. Kiderült, hogy Máltán az utolsó pillanatban Angela Merkel csapata lemondta azt az előkészített találkozót, ami Orbán Viktor és Angela Merkel között lett volna, és az is kiderült egy-két mondatból, hogy az Európai Néppárt madridi találkozóján beszéltek még szemközt, és Angela Merkel állítólag nehezményezte az Orbán politikát, mondván, hogy a néppárton belül gyakorlatilag Orbán képviselő, vagy ő képzi az ő legnagyobb ellenzékét, ami teljesen megengedhetetlen. Pártban, és még kiderült, elmaradtak maga szintű politikai találkozók is. Egy Steinmeier találkozott elmenni, az a Sziát, hogy nem mentek ki belőle, de elég érdekes a között. De én valami érdekesen találtam is, hogyha megengeditek, vagy megengedik, elmondom. Tudnék, azt találtam, hogy 1982. április 27-én Kádár János Helmut Schmidt nőját, és 10 óra 45 perctől 13 óráig tárgyaltak, tehát majdnem 2,5 órát tárgyaltak egymással. A tárgyaláson minden szóba került. Lacinak erről kell tudnia, mert fordul a jelenból ezen a tárgyaláson, és a németek eléggé precízek, ezért aztán a Zeller, aki a Schmidt embere volt, ott az nagyon részletes jelzeteket csinált, és érdekes módon ez a Bundestagnak a honlapján olvasható. Ezen a tárgyaláson szóba kerültek a korabeli politikai ügyek, tehát szóba került a világválság, szóba került Afganisztán, Lengyelország, szóba kerültek az SS-20-as rakétának a települési gondjai. De a legérdekesebb ebben az egészben, és ezért akartam minden indítani, mert ez nagyon fontos, hogy a beszélgetés elején azt mondja Helmut Schmidt a Kádár Jánosnak, hogy Kádárnak, szeretném önt arra kérni, hogy az ön tiszteletére adandó esti díszvacsorát legyen szíves, mondja már azt, hogy a német, az NSZK és Magyarország kapcsolatai kitűnőek, mert én is ezt szeretném mondani. Erre a Kádár azt mondja, természetesen, mert ezek a kapcsolatok nagyon jó, de hogyha megengedi, még azt is hozzátenném, hogy ugyanolyan jó, mint a Magyarország kapcsolat. Szóval ebben maradnak, és közben elmondja a Kádárnak a Helmut Schmidt, hogy sajnálatos módon a többi szocialista országgal nem ilyen jók a kapcsolatok, sőt rosszak a kapcsolatok, és azt mondja a beszélgetés végén, hogy milyen jó lenne, hogyha az NDK és az NSZK kapcsolata olyan jó lenne, mint a magyar-német kapcsolat. 1982. április 27. Nagyon jók a magyar és az NSZK kapcsolatai, és ezek csak utána még jobbak lesznek, mert aztán itt jön a Weizsäcker, és egy látogatás lesz Magyarországon, jön a német, hogy mondjam, menekülteknek az átengedése az országból. És nagyon érdekes, és én azt gondolom, hogy a politikában talán jobban tudjátok, mint én, de úgy gondolom, hogy mindenhol az emberi kapcsolatok fontosak, és azt gondolom, hogy az Antal Józsefnek nagyon jó kapcsolata volt a Helmut Kollal, a Horgulának kitűnő kapcsolata volt a Helmut Kollal, nem tudom, hogy tudják, hogy Bertfein nevezetű bajor kisvárosban, hát nem olyan kicsi 250.000 lakosú város, van egy szervezve Horguláról, és még az életében nevezték el Horgulára ezt az utcát. És aztán, amikor jön a váltás Németországban, és a Schröder lesz a kancellár, és akkor lesz Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, akkor Orbán Viktor nem a Schröderrel keresi a kapcsolatot, hanem a bajor Schröderrel keresi a kapcsolatot, és elég furcsa dolgok lesznek itt bajor-magyar viszonyok. Arról, hogy Megyesi Péternek nem volt a kapcsolata a németekkel, nem tudom, és nem volt a kapcsolata a
Erbát Schröderrel. Azt viszont tudom, hogy az elején Gyurcsánynak jó volt a kapcsolata, a Schröderrel jó volt a kapcsolat, és az elején még a Merkellel is jó volt a kapcsolat, aztán a kapcsolat megromlott. De azt nagyon pontosan tudom, egyszerűen azért, mert elég jól ismerem a Vajnait, hogy a Vajnainak és az Angela Merkelnek kitűnő kapcsolatai voltak egymással, személyes kapcsolata is, és amikor 2009-ben a Pán-európai piknik 20. évfordulójára a rendezők a Vajnait nem akarták meghívni, miközben meghívták a Merkel, akkor a Merkel azzal a feltétellel jött el a piknikra, hogy ott lesz a Vajnai is, és úgy oldották meg, hogy a Vajnai a magyar miniszterelnök, regnáló miniszternek magánemberként vett részt ezen a piknikben, ez volt a megoldás. És aztán újra Orbán Viktor a miniszterelnök, és akinek kitűnő jó kapcsolatai vannak a Seehoferrel, a magyar miniszterelnökkel, és katasztrofálisan rossz kapcsolata van, személyes kapcsolata az Angela Merkel-vel. Hozzátenném, hogy az EU politikai célokra használta az Orbán most az ősszel, és nyilván az Orbán is politikai célokra használta a látogatását Magyarországra. Hozzátenném, hogy a Fehérvárjának van egy kitűnő cikke most a Mozgóvilágon, és azt mondja, hogy Magyarországnak nincs külpolitikája, mert magyar külpolitika az kizárólag és egyedül a belpolitikát szolgál, és semmiféle külpolitikai célt nem szolgál. Tehát az Seehofer meghívja Orbánt Bajorországba, a Bajor CSU kongresszusa előtt, és mindenben megegyeznek a menekült ügyekkel kapcsolatban, és amikor hogy hazajön az Orbán Viktor, az Seehofer rával kell menni a menekült kérdésen, és közös sajtótájékoztatót kapnak. És ugye kiderül, hogy az Seehofer számára bár feszültséggel teli a viszony a Merkellel, azért nem az Orbán Viktor fontos, hanem az, hogy megoldódjanak az európai ügyek, és Párizsi után pedig az Seehofer egyértelműen azt mondja, hogy akik összemossák itt a terrorizmust és a menekült ügyet, azok hazudnak és rossz irányba viszik a politikát, és egyszerűen szégyeljék magukat. Tehát ez az a kerete, amiben a magyar-német viszony van, és ugye Angela Merkel látogatást tett most ősszel Magyarországon, most a látogatás előtt két nappal adott egy interjút a Lizeóler Szíros, a volt nagykövet, aki 9 hónapig volt nagykövet a Népszabadságban, és nagyon érdekes az interjú. Az interjú készítő megkérdezi, hogy látja az országot, hogy megérkezett, beszél arról, hogy a szegénységről, hogy az ő megdöbbentette, hogy milyen szegénység van ebben az országban, az adatok szerint is, meg amit lát. Milyenek a magyar-német viszonyok, és azt mondja, nem azt mondja, hogy jó, nem azt mondja, hogy jó, azt mondja, hogy szolid alapon nyugszata. Ez az ítélete, szolid alapon nyugszata. Ez azért nem a sinti megfogalmazás a kártyárendszerre kapcsolatban. Szolid alapon nyugszat, és hozzátesz, hogy természetesen nagyon sok kétűek van, kulturális kapcsolatban, gazdasági kapcsolatban, politikai kapcsolat és különböző területeken különböző dolgok vannak, de azért nem felejt el beszélni az emlékműről, tehát a megszállási emlékműről, és nagyon finoman azt mondja, hogy esztétikai kérdésével nem akarok beleszólni, mert az mindenkinek a magának az ügye, de azért minden országnak valamilyen módon szembe kell néznie tisztességesen a múltjával, mondja a Népszabadság a csaj, ez a nagykövet asszony, és nem csak a múlt miatt, hanem a jelen, a jövő, és így tovább sok minden miatt. És aztán ide érkezik Angela Merkel, és hogyha emlékeznek rá, ez egy nagyon érdekes, több szempontból nagyon érdekes látogatása volt Angela Merkelnek Magyarországon. Egy órát tárgyalt az Orbánnal és az Orbán körével. Utána elment az András Egyetemre, utána pedig a Magyar Tribú szervezetekkel találkozott, és ebből az egész látogatásból azért két dolog kiderül. Egyrészt az a sajtótájékoztató, az egy botrányos sajtótájékoztató volt, és az Orbán részéről hozott
után és sajtótájékoztató. Én nem vagyok diplomata, de nem hiszem, hogy a diplomáciában szokás egy sajtótájékoztatót, amikor két vezető politikus bomb dolgokat, akkor, amikor a Merkel befejezi az ő véleményét a liberális demokráciáról, akkor az Orbán visszaszólni. Ilyen nincs szerintem, ez nonsens. Nem is kell, de visszaszólni. Ilyen nincs. Ebből is látszik, hogy halvány érzéken nincs az diplomácia. Ennek azért, ennek a találkozói, tehát a látogatásnak az a lényege, hogy a Merkel jóval több időt töltött Balázs Egyetemen, ahol átmente a Szegedi Egyetem díszdoktori címét, és a beszédében József Attilát idézte, meg Szent Györgyi nevét emlegette, és Pongrák Györgyöt idézte arról, hogy Kelet-Európa az nagyon sokszín és színes világ, és azt mondja a Merkel, hogy ezt a színes és sokszínű világot meg kell őrizni, mondja az Adrás Egyetemen, és a gyerekekkel, az egyetemistákkal nagyon nyíltan és nagyon, hogy mondjam, fesztelenül beszélt demokráciáról, mindenféle fontos dolgokról, migrációról és így tovább. Ami ennek a látogatásnak egy sajátossága volt, hogy nem találkozott a ellenzék képviselőivel. És azt gondolom, hogy ennek megvan a maga oka. El tudom mondani, hogy amikor a Fidelovácsihoz elment Magyarországon, akkor volt egy úcs, Fidelován engem is meghívtak, és ott sem volt. Ott is csak nagyon alacsony szinten volt képviselő a kormány. Tehát ott a Gulyás Gergely volt a kormány képviselő, és volt néhány, hogy mondjam, közvéleménykutató, német cégek vezetői, és nyoma nem volt az előadóknak. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy, és fordítva is igaz, én úgy gondolom, hogy a magyar ellenzéknek legyen ez bármelyik pár semmiféle kapcsolatban, és nem tudom, hogy a többi európai ország vezető politikai mozgalmához van-e kapcsolatunk, de hogy a Németországnak akkor nagyon elegész és nagyon töredezett, az biztos. És akkor itt van ugye, ja, még az Ádert is meglátogatta, azt elfelejtettem a Merkel, de hát az egyik rövid is látogatása. Ugye gazdaság, kultúra és politika. Azért azt gondolom, hogy Amerika nagyon szerepet játszik a gazdaságban, hogy Németország többet lesz szerepet játszik. Ami érdekes, hogy Magyarország külkereskedelme, az importjának 70%-a az Európai Unióba irányul, és az exportjának 78%-a az Európai Unióba irányul. Ezen belül az importunk 25,2%-a megy Németországba, és 27,4%-a az exportban jön Németországból, ami az, hogy fordja mindegyek, ezekre nem vagyunk. Egy biztos, hogy az import, az EU-val kapcsolatos import az elmúlt egy évben 7%-ot csökkent, az export pedig 0,7%-ot csökkent, tehát ez a gazdasági téren ez a keretnyitás azért nem nagyon. Él. És ha fordítva nézzük, akkor Magyarország részesedése a német importból 1,7%, az exportból pedig 2,4%, tehát elenyésző a viszonyunk, a gazdasági viszonyunk ilyen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a viták 2010-ben többek között a gazdasági ügyek miatt kezdődtek, mert hogy a nagy autóvilágok, meg nagy termelő cégekkel nem volt semmi gondja a magyar kormánynak, és a bankszektorban, az energiaszektorban és a kommunikációs szektorban volt probléma, mert a német bankszektor és energiaszektor és a telekommunikációs szektor is szívott itt, és nyilvánvaló az Orbánik ezt tisztán látták, hogy az Audit nem tudják felvásárolni. Azt viszont így gondolták, hogy bizonyos német bankokat, bizonyos német energiacégeket, bizonyos német telekommunikációs cégeket meg tudnak bizonyítani, szorítani. Tehát azt gondolom, hogy a zavarok, a viták azzal az unorthodox gazdaságpolitikával kezdődtek, amit az Orbánék csináltak, és
Majd még erről akarnék beszélni, mármint a, hogy hogy alakult ez tovább, de néhány dolgot a kulturális életről is mondanék, mert azt hiszem, hogy nem nagyon tudott ebben az országban, hogy bizonyos intézmények élnek magyarok állnak Németország. Tavasszal a Csák Ferenc, aki a Nemzeti Galéria igazgatója volt, megpályázott egy állást Chemnitzbe, Tarnanstadt, ugye, és megnyerte, és jelen pillanatban Csák Ferenc Tarnanstadtban a kulturális ügyek intézője. Ő intézi az iskolát, a főiskola, a színház, a múzeumot, ő érte felelős, és nagyon jó dolgokat csinál. Azt gondolom, hogy azt lát, lehet, hogy tudják, de azt, hogy Pisek Iván a Concerthausnak a főzenei igazgatója, és amellett a berlini szimfonikus, a berlini filharmonikusok egyik vezető karnagya, ez engem büszkébét tesz, azt pedig különösen, és ezt a magyar sajtó nem nagyon hozta, hogy idén szeptember 4-én, amikor indult a berlini téma, akkor Pisek Iván a Concerthausban hívott szírvendégeket, szírmenedült vendégeket a koncertre. Ha emlékeznek rá, 89-ben, amikor itt voltak a vendéglás menekültek, akkor is adott egy koncertet az vendéglás menekülteknek a Pisenyvánnak. Igen, ő nekik. És most is tartott egy koncertet, és többenetes volt, én néztem a koncertet, és fölment a dobogóra, és azt mondta, hogy szeretnék néhány szót szólni, és azzal kezdte, hogy rossz hírek érkeznek Magyarországon, a menekült ügyben, és arra kérem az itt ülőket, mert akik nézik ezt az egészet, hogy tárják ki a szívüket, legyenek szolidárisak, mert a menekültek nem az ellenségek, a menekültek segítségre szorulnak, tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon szörnyű dolgok, mint amit az Angela Merkel folyton és ismételten és mindig, mert a Merkel az Orbánnal szemben mindig elmondja, hogy nekünk a menekültek emberi méltóságára is figyelni kell, és az emberi méltóságokat is figyelembe kell venni. És az már csak, hogy mondjam, apróság a kulturális ügyekben, amikor a Nézottság kulturális hovatát csináltam, akkor amikor a délszláv háború volt, és amikor az iraki háború volt, úgy kellett megkérnem az ősítől kezdve a kertészen keresztül mindenkit, hogy azokat a cikkeket, amit a Frankfurter Allgemeinen írtak meg a szűkölcsébe, azt hagyhatjuk le, mert azt kell mondanom, hogy a délszláv háború és a iraki háború intellektuális feldolgozását Németországban a magyar értelmiségek végezték el elsősorban. Ez fantasztikus. És még egy dolgot mondanék, mert külön fontos nekem, mert azért mégiscsak, amikor a Egyesült Németország, akkor a két írószövetséget is egyesítették, de ezek nem tudtak egymással kijönni, az NDK meg az NSZK-sok. És akkor a Günther Grassnak és a Hans-Martus Enzerbergernek az volt az ötlet, hogy van Pesten egy fószer, aki mindenkit összevetik mindenkinek. Szóval hívjuk be a Konrádot. És akkor meghívták a Konrádot, a Konrád két perióduson keresztül, 97-től 2003-ig volt az Akadémia der Künste élén, és tényleg mindenkit összevetik. Tehát amikor eljött, akkor a kételt a német irodalomban és a német kultúrában. Beleszólt nagyon sok német belpolitikai ügybe, és azért, amikor 2003-ben 70 éves lett, és az Akadémia der Künstén megünnepelték, akkor csak annyi történt, hogy ott volt a kancellár, ott volt a német belügyminiszter, ott volt a német parlament elnöke, ott volt a német köztársaság elnöke, egy csomó miniszter. Tehát azt kell mondanom, hogy a kultúra területén fantasztikus dolgaink vannak, csak ezt a kultúrát nem a hivatalos kultúra. Ez az a fajta kultúra, ami tenyészik, amelyik van, amelyik él, és amelyik megteremtődik. Sok mindent tudnék még ezzel beszélni, aminek a városnak a párhuzamos életrajzokra megjelent 2003-ban, a német könyvesboltokban már személyi kultusznak szerintem oltárszerű dolgok voltak, kisasztal, terítő, könyv, nádaskéterként. Szóval nagyon nagy tisztelete van a magyar kultúrának a magyar számára.
a számukra ez igen fontos. Amaló, tehát a gazdaságot kezdődtek a gondok, és ami aztán kilent a biztosítékot, az a migratőrű volt. A németek azon, hogy egész Európa nagyon érzékeny a szólásszabadság és a sajtószabadságra, de a német sajtó és a német politika is azt gondolom, hogy a médiatörvény kapcsolatban nagyon határozottan lépett. Annyira, hogy jött is Budapestre, ennek nem volt nagy híre, de jött egy összpárti küldöttség, tehát a Bundestagnak egy összpárti küldöttsége, több parlamenti képviselő Budapesten, ezt mondhatom, hogy engem is meghívtak a német követségre, és én is kaptam egy jó lát, hogy elmondom a sajtótörvénnyel kapcsolatban a dolgokat. És azt viszont szerintem nem nagyon tudja senki, hogy a Linke, a balpárt 2011. novemberében kérdéssel fordult a német kormányhoz, hogy mi a vélemény a magyar sajtó viszonyokról. És nyilván ez a küldöttség is ezzel kapcsolatban volt, de született egy 12 oldalas szöveg, amit a német, tehát az Angela Merkel kormányon rakott össze, nagyrészt a budapesti nagykövetség támogatásával, és ez a szöveg végtelen kritikus. A szabadhatatlan, hogy ez a kritikus szöveg nem került nyilvánosságra, mert hogy mondjam, de azért ilyenek megjelentek a német sajtó, hogy a német szövetségi kormány figyelmeztette Magyarországot, tartsa magát a jutáról elvekhez. Ez azért megjelent. Tehát ilyenek voltak. És az Zöldek frakció vezető, az kimondottan durván mentek ki a magyar ügyben. És van egy olyan dolog, amit én nagyon fontosnak tartok, és azt gondolom, hogy a diplomáciai érzéketlensége ennek a kormánynak ezekben durván megmutatkozik, mint ahogy az Orbán visszaszólt a Merkelnek. Volt egy ennél súlyosabb ügy szerintem, a Peer Steinbrück, aki a kancellár jelöltje volt a Szociáldemokrata Pártnak 2013-ban. Egy sajtótájékoztatán egy kérdést azt mondta, hogy igen, ő is úgy látja, hogy előtt az ideje annak, hogy a német szövetségi kormány határozottan lépjen föl a magyar ügyekkel kapcsolatban, és egy fél mondattal még azt is fegzegett, hogy esetleg akár Magyarországot el is lehetne tanácsolni az Európai Unió is, nem el lehetne tanácsolni az Európai Uniótól, vagy Mónorról. Mondjam, és erre a Merkel reagált. És a Merkel azt mondta, ezt nyíltan mondta, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy Magyarországon helyes útra terejünk, de nem rögtön a lovasságot küldjük. Ezt mondta. És erre reagált nagyon durván az Orbán Viktor, mert nem vette észre, hogy a Merkel az nem meghűzelt, hanem a Steinbrücknek. És elképesztő durva szöveget írt arról, hogy Németország már egyszer tankokkal rohanta le Magyarországot a náci idők alatt, ez sem sikerült. Ezután is jobb, hogyha Németország visszafogja magát és nem kezd ilyen lépésekbe. És én tudom, hogy hónapokig tartott a szerencsétlen külügyminisztériumnak, a Bőrjéknek, nem tudom, a Martonynak, ugye megpróbálták ezt a dolgot valamilyen módon helyette. És ugyanígy azt gondolom, hogy nagyon durva és ilyen jellegű, tudnék a németeket sok minden el lehet vágni, de ők a fasiszta múltjukat nagyjából föltárták, és azzal nem lehet őket bántani. És amikor ugye kiderült, lesz ez a megszállási emlékmű, akkor még csak a terve jelent meg, azért a német nagykövetség azonnal egy, ami nagyon ritkán fordul elő szerintem, hogy egy követség egy ország belügyeiben úgy avatkozik be, hogy egy sajtónyilatkozatot közül. És az a sajtónyilatkozat nagyon körültekintő. A sajtónyilatkozat azzal kezdődik, hogy tisztában vagyunk azokkal a bűnökkel, amit Németország a fasizmus alatt Európában elkövetett, és vállaljuk érte a felelősséget, és vállaljuk azért is a felelősséget, amit Magyarországon követettem. Azt gondoljuk, hogy emlékművet állítani minden országnak saját joga.
De mivel a holokauszt emlékével kapcsolatban már hosszú ideje folynak a tárgyalások, ebben a tárgyalásban bevonták a német követséget, bevonták az osztrák követséget, Magyarországon a német követséget, az osztrák követséget, az izraeli követséget és az amerikai Egyesült Államok nagy követségét, ezért sajnáljuk, hogy ilyen gyorsan és egy nyilvános vita nélkül született meg a döntés. Most én nem vagyok diplomata, de azt gondolom, hogy ezt a nyilatkozatot a német követség valahogy egyeztette az osztrákokkal, az izraeliekkel és az amerikaiakkal is. Tehát ebben a nyilatkozatban azt gondolom, hogy ez is benne van. Még sok mindent szeretném mondani, de nekünk egymás, de azt gondolom, hogy nekem az ő túl sok mindennel készültem. Én még egy dolgot azért hagyom. Nem, de minden esetre azért egy, hogy Magyarországon kapcsolatban egyértelmű dolgok is vannak, az Orbán, hogy mondjam, Müncheni látogatásával kapcsolatban néhány héttel ezelőtt a CEDIEF-en volt egy híradóban a német kormány nyilatkozata, ami arról szól, hogy a demokrácia olyan ellenségét, mint Orbán Viktor meghívni, és még vörös szőnyeget is terülteni neki, ez tisztességtelen dolog. Köszönöm szépen!